Nyíregyházai katedrális mélyén, ezen a nevezetes órán, 1867. júniusában, Bécs nagy ura Franz Josef és a páratlan szép piciny Elizabeth már magyar királyi párrá is részen élvezzék e fergeteges kedvezményt. Most vegyenek ez gyönyörű örökös érték, majd hogy nem ingyen minden, erre csak erre. Oh! Ez ritka drága tűz, Elizabeth a trónon és véle kisfia. Ez még oly megnyerő, lám e képen együtt szépen a nagy família. Itt össze bújnak én, e tálka dísze rám király pár. Itt a szép Elizabeth, térne holva látni, hagyja őt egy villogó pohár. Bőven ömli itt a fíma, ez a ritka nagy barát. Hű, de herci, ugye tetsz, e holmi még. Földjét valódi íze fontosabb netán. A tény nem érdekel, mert a tény, ha ingyen árad, úgyis lehangol csupán. Elizabeth a sztár, csak ő a téma, József éve már. De az, hogy ő ki volt, nem árulhatja el se könyv, se film, se jó tanár. Mi tiszteletre méltó, mi fényes itt neki, mi más maradt nem múlkod, csak orfi hullalék, csak kics! Kics! Csak annyi még a lényeg, drága sziszikétek, ócska érdekember volt szegész. Mi népszerűen ők, bár az ő bajja is ott a bécsi néptejét. Bár önmagának élt, gyermekért ott valamit, csak azért, hogy pár év múlva eltaszítsa drága kis fiát. Mi tiszteletre méltó, mi fényes itt a kép, a szavak és a tények,